figyelem, egy ősi forradalmár család sarja fog mesélni nektek arról, hogy hogyan tudjátok kirugatni a hülye építésvezetőt. Hadd mutassam be nektek régi cimboránkat, Rákóczi Petrát. Oké, okay, tehát hogy amiről a Robi beszél, Cat Barnettben... Itt, ebben a... Igen, Barnettben, Cat Hillen egyszer elfoglaltunk egy 2000 éves erdőt, amit le akartak buldószerezni, hogy lakóházakat és irodákat építsenek. Már amikor odaérkeztünk, már akkor lerombolták az egyetemet. És kb. 5 hónapig tartott, és az ottani menedzser borzalmas volt, tehát hogy megsérült több aktivista miatt, a majdnem elütött egy idős hölgyet, és nagyon sokszor csalt, tehát például reggelente a munkásaival felemelték a fence, még kerítést, ja, felemelték a kerítést, és így jöttek be az erdőbe sokszor, amikor senki nem látta. És nagyon sokszor megakadályoztuk, és visszaloptuk a kerítéseket, mindig kameráztunk persze. Egy pillanatra megakasztalak. Tudod, mi történt otthon most? Ugye kibaszták őket a táborból, de ahova kibaszták őket, ott van az új tábor. Okay, és van kerítés. És most ma elkezdték bontani megint valami szart, és rábontották a fejükre. Feladják. Rábontották a fejükre, breach van, tehát most átjöttek, ugyanúgy, mint nálunk. Folytasd nyugodtan. Na mindegy, egyszer nem tudtuk megakadályozni. De általában mindig visszadobáltuk a kerítést, és lefény. Volt egy idős hölgy, aki odaláncolta magát a kerítéshez. És nagymama. Nagymama. És a fénykép elterjedt. 84 éves nagymama. 30 ezeren látták azt a fotót. Na mindegy, és egyszer nem tudtuk megakadályozni. A buldózer bejött, és elpusztított 6 fát, és ez borzalmas trauma volt persze. És tehát, hogy oda mentünk, és én beállítottam a fényképezőgépet, tehát a menedzsernek az arcába nagyon közel, kb. 5 cm-re, aki nem érezte túl jól magát, és ezért megütötte a karemmelet és az arcomat, és a barátaim idegesek lettek. Tehát és én meg közben élőben közvetítettem. Igen, ez élőben lett közvetítve, és nem mindig, tehát egy kis verekedés alakult ki, a menedzser persze nagyon agresszív volt, és ja, próbálta az embereket folyamatosan ütni, és a saját munkás fogta le. Szerintem kelet-európai munkásai vannak, tehát hogy a munkások Romániából vannak, Lengyelországból, és azért eléggé összebarátkoztunk vele, és hogy borzalmasan megérintettek őket, hogy ez a fasz, ez a fasz konkrétan egy lányt próbál megütni, magyar egy magyar lányt próbál egy megütni. Ezért nagyon verték később az építkezési helyen. A rendőr megérkezett, és igen, tehát a menedzser ki lett rúgva. Azóta is ott van a level legragasztva, mert egy új menedzser küldtek, aki csak egy átmeneti volt, és nem volt annyira hepciás, úgyhogy bemehettünk elég sokszor. Ja, lényeg, ott rúgtunk be. De mi történt másnap? Nem, aznap ülök kinn, ugye én voltam a frontcamp-ben egyedül estéként, és jön a rendőr, kocsimban rakom le a spangrait, na hát akkor kontaktunk van. És most, ja nem hozzájöttem, van verekedés van bent a szájton. És kiderült rá tényleg? Hogy ezek este ott üvöltözés volt, verekedés, és végén a rendőr kiment hozzájuk fülyedzőkönyvet. Még aznap volt. Még aznap, és másnap összekürtöltük a helyi néniket, és jött a bünti. Igen. De addigra már nem tudtuk, de már többet be se jött dolgozni, már visszasengedték a menedzsernek, tudták, hogy óriási a baj. Lebasztuk az egész szájtot. Az első igazi ilyen, tehát ki volt írva már hónapok óta, hogy blokkér, de igazán nem akadályoztuk a munkát. 4 hónapja ment a munka. Na, aznap te. De ez azt jelentette, hogy ott, ugye itt az van, hogy ha megengedett, tehát hogyha te csak sétálsz a lori előtt, akkor amíg te mozogsz az útestre, pláne hogyha van még mozgássérült öreg néni is, akkor a rendőrnek nem igazán van ezzel mit csinálnia, amíg te mozogsz. Ha megállsz, akkor már le is tartóztathatod. Viszont kísérni fog. Viszont... Tehát az még duplázza a csoszogó barmok. Néha a rendőrök maguktól, ott balkonon, amikor voltunk és megnéztük, akkor maguktól, a protesterek csak ültek és ott cigizgettek a szélén, mert már elégszer tartóztatottak.
elégszer tartóztatták le magukat aznap, úgyhogy az volt, hogy igazából már csak egy halom hadseregnyi rendőr kísérgette a lorikat ugyanolyan lassan, mert bármikor beállhatott eléjük valaki oda csoszogni. Iszonyat jó. Már automata volt. Jó tananyag, lehet nézhetek utána. Ja, az első frackinges város itt nyertek is, azóta napelemről megy az egész város. Hát hol lehetett megközelíteni azt a rohadt szájtot? Na náhogy egy nagyon-nagyon vékony pici utcácskán, ami viszont egy nagy forgalmas út mellett volt. Abban a pillanatban, amikor a hatodik lori nem tudott, traktor nem tudott bejutni, akkor lelőtte a kerület egyik főútvonalát. Teljesen. 8-9 kamion beállva. Tehát a rendőr hiába jött ki, nem tudta feloldani jogszerűen a blokkádot, jogszerűtlenül pedig nem merte. Azonnal kint volt a sajtó, hívtuk, és azonnal el kellett küldeni a lorikat üresen. Képzeld el mennyi pénz, mennyi idő? Aznap senki nem dolgozott a szájton. Nem mentek be a teherautó. Valóban blokkád volt. Egyetlen követelésünk az volt, hogy kamera jelenlétében a rendőrnek meg kellett tekintenie a rögzített bizonyítékainkat, úgyhogy beolvastuk a számaikat, megtettük nyilvánosság előtt a vonatkozó feljelentésünket. És ők kénytelenek voltak együttműködni, mert a követelésünk jogszerű volt. És védhetetlen. És mert történetesen az egyik kampány főszervező néni férje nyugalmazott terrorelhárítási kiképzőt biztos. Szóval elég jók voltunk rendőrprotokollból, mi a szabályos, mi nem. Érjétek el a nyugdíj rendőröket, bizt tudom. Mondta valaki, hogy vannak ismerőségek. Van elég felháborodott öreg rendőr, azok, akik most például megvédhetnék. Aki ott volt a rendvédelmi tüntetésen, például olyanok kell levélek. Igen, na. De, szóval, mesélj egy kicsit erről a helyről. Tehát, hogy ez ugyanennek a lakó... Megint egy új... Nem, jó, oké. Ugyanennek a lakótelepi kilakoltatás. Pár utcára vagyunk az előzőtől, a Switzfeltől, amiért ma... Hát ilyen 20 percre. Igen, gyalog, igen. Itt Hájbálnokban vagyunk, egy lakótelepen, ami éppen kilakoltatásra vár. Az embereket kilakoltatják, hogy... Anna Fordéből, ahogy... Luxus beruházás. Luxus beruházás. Ugyanaz, mint Sweetsway. Ugyanaz, egy az egyben, mint Sweetsway. Csak Pepitában, csak sokkal szegényebb emberek vannak. Igen, sokkal szegényebb emberek, kevesebb. Igen. Nem sok angol élő például. Valóban. Na mindegy, és hogy az embereknek van 1-3 éve, kb. Az, hogy kilakoltatásra könnyen, tehát 1-3 évig, de most már az összes helyi kisbolt bezárt. Bezárták az iskolát, Hát kezdtük a óvodával, ugye azt elfoglaltuk. Azt majd nézzétek meg, majd belinkelem valakinek a klépet. A legszörnyűbb, hogy a fele már lakótelepnek igazából megvan, és az nagyon szegény találkozik a nagyon gazdagkal, és így egymás mellett élnek. Tehát, hogy igen, az emberek eléggé elkeseredettek itt sajnos. Ez a két bánat. Ahol vagyunk, ez a foglalás, mi elfoglaltunk egy közösségi házat, két boltot és 6 lakóházat. Ami 2012 óta illegális. Mi mégis Sweetsway óta kivéve, gyönyörűen hogy, csináljuk. Igen, tehát, hogy tüntettük, visszafordítottuk a rendőröket, nagyjából ők a barátaink. Tehát, ugye igen, ezt képzeljétek, az anarchista és a rendőr bánatban, ami jó voltunkból, valahogy elkezdett összedolgozni. A célunk az, hogy elültessük a gondolatát a lázadásnak arról, hogy az emberek felálljanak és megpróbálják megvédeni a saját házukat azzal, hogy megmutassuk, hogy kell foglalni. Igen. Tehát és protest, amikor eljönnek, meglátkoznak már, vagy külön például... Tüntetés címén el tudsz foglalni még mindig Angliában lakó cuccot, mert az tüntetés, és ez más jogokat. És ez tulajdonképpen a Sweetsway. Hát, hogy ezt ott vívtuk ki. Együtt az E15 anyukákkal. Nagyon fura dolog ezt kimondani, akik de most rendőrséget fognak. Amiért most a végén megpróbálnak még Petrára, meg Danira, megpróbáltak ráhúzni valamit, és nem sikerült. És ez természetesen egy üzenet. Csak és annyi, nem véletlenül mondta az a bíró, hogy utálom, hogy ezt mondom. De a nép velünk van, és nem baszhatsz meg, mert különben olyan hatalmat adsz a kezünkbe, hogy... Persze. És elvesztheted a presztízsedet, az egész életedet. De most már nem. Hát is nem gondolom. Na mindegy, pár, hogy van egy free shopunk, ami eléggé látogató, tehát ugye lakók
Jó kis free shop, swap shop. Tehát, hogy a napokhoz, igen, hogy ez, a, tehát, hogy ez arra alapul, hogy megtanultunk sharing is caring, tehát, hogy osztoznak egymás között, tehát, hogy a, mi mindig azt mondjuk, hogy ha te hozol cuccot, még talán a te szomszédod viszi el, és akkor ez így működik. Aha. És sajnos a gyerekek nagyon szeretik, egymást támogatják. És ez egy tehát ez egy, igen, tehát hogy ez egy barátságos hely is, tehát hogy adunk teát, kávét, néha hozunk gyümölcsöt, tehát néha van kisebb street kitchenünk, meg street free shopunk, úgyhogy megpróbálunk egy ilyen barátságos fényt hozni, de tehát hogy ott van például InfoPoint, különböző projekteket hirdetünk, hirdetjük a sportolást is. Sokszor. Digger diving. Azt nézd meg. Digger diving. Azt megnézzük közelebbről. Hol van? Digger diving for beginners. Ez kurva. Ja persze, ez a, hogy hogyan állíts le egy nyílcini szénbányát. Hogy ne dögöljünk meg. Ők a Reclaim the Power nevű arcok. Elég jók. Maguk módján. De hát ugye van franciáknál, németeknél is hasonló. Hogyha esetleg kíváncsi vagy a Dolez Valley projektre, akkor megtalálhatsz minket a Facebookon. Dolez Valley Resist Center. Majd bejutatjuk a érdeklődőknek, hogy minket. Mi az. Hát szerintem szívesen látjuk a Városliget forradalmát. És küldhettek nyugodtan embereket, megint csak tréningre. Mivel elfoglaltunk egy csomó. Vagy minek mondták, anyukád minek hívta múltkor? Tanulmányi útra, azaz. De tanulmányi útra nyugodtan lehet küldeni embereket, hogy hadd lélegezzenek egy kis itteni kipufogogást. És ingetvédők várnak titeket sok szeretettel. Egy kis jogrendet lélegezzenek be a sok ólommal. Igen, mondjuk itt. Itt se sok. Mondjuk azért onnan a tisztában levegő általában, kivéve a Westminstert, meg a Heathrow-t, mert ott vannak a repülők. Ja, ennyi. Akkor ennyi. Köszöntük szépen. Ciao, ciao.